Elkezdődtek a szerződéskötések, kihirdették a megyei terület és településfejlesztési operatív program elsőkörös forrásainak kedvezményezettjeit, hangzott el a közgyűlésen. Partnerségi nap. Június végéig létrehozzák Máté Szalka és térségének helyi foglalkoztatási paktumát, ami támogatja a hátrányos helyzetűek és a munkanélküliek elhelyezkedését. Kiváló besorolás, 5 csillagos értékelést kapott mind a 3 fürdő Nyíregyházán a Magyar Fürdőszövetség vizsgálatán. Elkezdődtek a szerződéskötések, kihirdették a megyei terület és településfejlesztési operatív program elsőkörös forrásainak kedvezményezettjeit. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről is értekeztek Szabolcs-Szatmár Bereg vezetői mai közgyűlésükön. A képviselők többek között a Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Regionális Energiaügynökség és a Kölcsei Televízió 2016-os beszámolóját is elfogadták, valamint döntésükkel az OTP Bank NRT-vel partnerségi megállapodás megkötését alapozták meg. Mintegy 90 milliárd forint uniós forrás a terület- és településfejlesztési operatív programon keresztül, ekkora keretet koordinálhat a megyei önkormányzat. Mintegy 34 milliárd forint esetében már pozitív értékelő döntés született. Egy konferenciát is tartottunk itt, illetve a Magyar Államkincstárral közösen tartottunk a Megyeházán, ahol a kedvezményezettek már tájékoztatva lettek, szóban is a szerződéskötések gőzerővel folynak. Én remélem, hogy a projekt előkészítettség is olyan, hogy hamarosan beruházásoknak örülhetünk a megyében. A röviden csak topos projektekként emlegetett fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatosan Veres János is felszólalt. Az MSZP-s képviselő szerint a megye nem lehet büszke döntéshozatalára. És élvezem azt, hogy a döntést olyan módon hozta meg a megyei közgyűlés, hogy a közgyűlés tagjai lényegében tájékozatlanok voltak a pályázatok tartalmát, minőségét illetően, hiszen a közgyűlés tagjainak nem volt lehetősége megismerni a pályázatok minősítését, a pályázatok tartalmát, sőt az sem, hogy az egyes pályázatok milyen környezetben kerülnek megvalósításra. Ezért azt gondolom, hogy ez egy rossz gyakorlat volt, egy helytelen gyakorlat, egy elfogadhatatlan gyakorlat, és nem szeretném, hogy még egyszer ilyen módon kerülne sor a közgyűlésben döntéshozatalra. A szocialista politikus többek között a 49-es út fejlesztéséről is szólt, mint mondta Orbán Viktor miniszterelnök Szatmár Németi és Csengeri látogatásakor is beszélt arról, hogy a balesetveszélyes, nagy forgalomterhelésű utat fejleszt. Majd. Veres János azt kérte, a közeljövőben a közgyűlés is foglalkozzon a témával, a fejlesztés hogyanjával és a megvalósulás ütemével is. Környezetvédelemmel kapcsolatos témák is felmerültek a közgyűlésen, a jobbikos Adorján Béla a térségi folyók szennyezéséről és a Vásárosnaményi szennyvíztelep állapotáról is beszélt. A befogadó kapacitása tehát idejét múlta, elavult. Ezt bővíteni kell, ugyanakkor a technikai eszközöket is fel kell újítani. Az ott szolgáltat teljesítő munkatársak, akik a TRV-nél szakemberként jelen vannak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kifolyó víz határértékeken belül maradjon, de az ő munkájukat muszáj azzal segíteni, hogy rendelkezésükre bocsátjuk azt a mintegy 1 milliárd forintos fejlesztésre való összeget, amivel teljesen egy rekonstrukciót lehet végrehajtani a szennyvíztisztítóan. A témával kapcsolatosan a Vásárosnaményi polgármester Filip Sándor adott tájékoztatást. A Jándon lévő szennyvízhálózati rendszer kiépítése, valamint a Gergely-Ugornyai városrészen lévő szennyvíztisztító telep ugye az NFP által folyamatban van. A másik pedig, amelyről ugye mostanában az elmúlt fél évben nagyon sokat hallhattunk, ez a Vásárosnaménytól Kisfalsány irányába eső szennyvíztisztító telep, amely kapcsán már a nyár folyamán is rengeteg egyeztetés zajlott a katasztrófavédelem az érintett önkormányzatok és szakhatóságok által. Mindent megtettek a rendszerek azért, hogy lehetőség szerint az értékhatáron belül tartsák azon szennyeződési formákat és azon károsanyagokat, amelyeknek értékhatáron belül kell, hogy legyenek. Ez meg is történt. Megjegyzem, közel sem volt akkora gond, mint amiről a média szólhatott. A képviselők többek között a Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Regionális Energiaügynökség és a Kölcsei Televízió 2016-os beszámolóját is elfogadták, valamint döntésükkel az OTP Bank NRT-vel partnerségi megállapodás megkötését alapozták meg. A bank a későbbiekben az uniós fejlesztésekhez biztosíthat hitelforrás az önkormányzatoknak és vállalkozásoknak.
Június végéig létrehozzák Máté Szalka és térségének helyi foglalkoztatási paktumát. A kezdeményezés támogatja a hátrányos helyzetűek, illetve a munkanélküliek foglalkoztatását és képzését. A program segítségével pedig mérsékelhető lesz a Máté Szalkán is egyre jobban jelentkező munkaerőhiány. Hangzott el a projekt kapcsán szervezett partnerségi napon a Szatmári városban. A megyei foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodását írták alá a megyei hivatalok, a csatlakozott önkormányzatok és vállalkozások képviselői márciusban Nyíregyházán. A 2,5 milliárd forint értékű uniós pályázaton több mint 1000 hátrányos helyzetű munkanélküli foglalkoztatása támogatható, 500-an képzésben vehetnek részt, 1500 embernek pedig egyéb munkaügyi szolgáltatásokat nyújtanak. 6 kistérségben már megvan a megállapodás a hasonló paktum létrehozásáról. A Máté Szalkát is érintő program megvalósításának helyi lehetőségeiről tartottak partnerségi rendezvényt a meghívott szervezeteknek és munkaadóknak. Június 30-áig kell a paktumot létrehozni, a foglalkoztatási paktumot létrehozni, és egy stratégiát alkotni, utána pedig kezdődik majd a megvalósítási szakasz. Tulajdonképpen ez a foglalkoztatási paktum arra jó, hogy a térség szereplői mondják meg, hogy pontosan mire van szükség a térségnek. Egyrészt hosszabb távon, tehát perspektívikusan milyen szakképzésre, milyen oktatás van szükség, illetve azonnali módon, hogyha szükség van megfelelő szakképzett szakemberekre, akkor azt a regisztrált álláskeresők, illetve a közfoglalkoztatók közül kell biztosítani. A paktum a helyi önkormányzati területfejlesztési társulás és a megyei kormányhivatal együttműködésével valósul meg. Ebben a paktumban a számomra legfontosabb az összefogás lehetősége, hiszen a 44 település összefogott azért, hogy javítson az életkörülményein, fejlesztési lehetőségein, közösen jobban fel tudjunk lépni, azért, hogy minél több fejlesztést érjünk el, minél több fejlesztést tudjunk kilobbizni, és ennek az első fecskéje volt a helyi foglalkoztatási paktumokról szóló pályázatunk elnyerése. A nagyobb mátészalkai munkáltatóknak nagy szükségük van felsőfokú végzettségű szakemberekre, a foglalkoztatási paktum a megfelelő képzettségű fiatalok felkutatásával és képzésével ezen a problémán is enyhíthet. Főleg mérnökök, tapasztalt mérnökök területén és egyéb informatikai területeken küzdünk problémával. Ez azért jelentős számunkra, mert Magyarországon a CEISZ immáron egy nagy komplexitásokkal bíró termelő bázissá vált, ahol nem csak szemüveglencséket gyártunk, hanem több mint 10 szegmensben vagyunk beszállítói az anyavállalatnak, és egyedüli magyar gyártóként a CEISZ csoporton belül szükséges az, hogy utazzanak a kollégák, világszinten támogassák a termelő egységeinket. A Máté Szalkai partnerségi rendezvényen a meghívottak képet kaphattak a programról, a tervezett tevékenységekről, valamint a paktum megvalósítását segítő szervezetről is. Az interneten keresztül fanatizálódott magányos merénylőkkel szemben tehetetlenek a rendőri szervek és a biztonsági szolgálatok. Ezt bizonyítják az utóbbi időben Európában elkövetett terrortámadások, mondta Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő egy lakossági fórumon Kállóseményben. A szakember a hétfő esti manchesteri merénylettel kapcsolatban hangsúlyozta, annak ellenére, hogy ugyan katonailag az iszlám állam egyre jobban visszaszorul, az Európában élő radikalizálódó követőik bármikor elkövethetnek egy-egy újabb támadást. Terrorcselekményekből mindig lehet tanulni. Ugye a legszomorúbb tanulság az, hogy az elmúlt időszakok terrorcselekményénél azt lehetett észrevenni, hogy a titkosszolgálatok és a rendőrök figyelték már az elkövetőket, ám nem vették őket őrizetbe, vagy pedig nem toloncolták ki az országból, és ezért tudtak ugye, mint terrorista merényleteket végrehajtani. Most is nagyon szép szavak hangzanak el, mindenki ugye sajnálja az áldozatokat, együtt érez a családoktól, de Európa határai még mindig nyitva vannak, és hát nem hiszem, hogy érdemben történne ezután, mint ahogy Berlin után, Párizs után, és a többi mondjuk Ansbach után, ott se történt semmi értelemben a kormányok részéről, hogy megvédjék az embereket. Ötcsillagos értékelést kapott mind a három fürdő Nyíregyházán, így a park, az élmény és a gyógyászati részleg is a legjobb minősítést érte el a Magyar Fürdőszövetség vizsgálatán. Hazánkban az 550 fürdőből mindössze 4 rendelkezik hasonló eredményekkel, ahol az említett három kategóriában egyaránt a legmagasabb besorolást kapták. Kiemelkedő minősítést kaptak a nyíregyházi fürdők, közölte Podlovics Roland, a Sóstógyúgyfürdők ZRT vezérigazgatója.
A Magyar Fürdőszövetség egy szakmai szempontrendszer alapján minősíti a fürdőket. Vizsgálják többek között a műszaki berendezéseket, a biztonságtechnikát és kiszolgálást, de a vizek minőségét is. A vizsgálat után a park, az élmény és a gyógyfürdő is a maximális, tehát 5 csillagos értékelést kapott. A Nyíregyházi Aquarius fürdőgyógyászat pedig gyógyfürdő kategóriában maximális pontszámot ért el. Lényegében ezt most 5 évig tudjuk használni, és 5 év múlva ez újra felülvizsgálatra kerül a védjegy használati szerződés szerint, rendelkezési szerint, illetőleg ami nagyon fontos, hogy közben is van ellenőrzés, tehát nem csak az történik, hogy most megkaptuk ezt a minősítést, majd 5 év múlva kell újra összeszedni magunkat, hanem ez egy folyamatos elvárás. Így a strandon már idén nyáron is újbóli ellenőrzés lesz. A fürdők nemzeti tanúsító védjegyét az épületre is kirakták. A folyamatos beruházások és fejlesztések a turizmus növekedését is segítik a városban. Az elmúlt évben is 5,3%-kal nőtt a turista vendégforgalom, 1,4%-kal a vendégészakasz szám. Reméljük, hogy ez az év az építkezését, a következő évben elkészülnek az új beruházásaink, újabb növekedési hullámot tudnak majd elindítani, hiszen nagy az érdeklődés Nyíregyháza iránt, nagyon neves attrakcióink vannak, az elmúlt évben az állatkert Európa legjobb állatkertje, most pedig 3-5 csillagos fürdőminősítést nyertünk el. A Sóstói Parkfürdő idén május 27-én szombaton nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A nyitó hétvégén minden 10 év alatti gyermek ingyen veheti igénybe a strandszolgáltatásait. A Nemzeti Színház Vitéz Lélek című produkciójának tapsolhatott a közönség a Móricz Zsigmond Színházban. Az előadásról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. A Győrrel játszhat az 5. helyért a Nyíregyháza Blue Sharks, miután másodszor is legyőzte az MTK Török Bálint csapatát. A kék cápák kedd este végig vezetve 78-62-re verték ellenfelüket, így 2-1-es összesítéssel léptek tovább a párharcból. Egy évre örökbe fogadta a Nyíregyházi Állatpark homoki tigrisszápáit a Nyíregyháza Blue Sharks kosárlabda csapata. A kosarasok szombaton streetball bemutatót tartanak az állatparkban. A Nemzeti Színház Vitéz Lélek című produkciójának tapsolhatott a közönség a Móricz Zsigmond Színházban. A Vidnyánszky Attila rendezte előadást 2013-as premierje óta a Nemzeti Színházon kívül számos hazai és határon túli teátrum nézői láthatták már. Ez alkalommal a 35. születésnapját ünneplő Nyíregyházi Társulathoz érkezett Tamási Áron műve. Tamási Áron műve az első világháború után játszódik és a második világháború idején íródott. Témája minden időben érvényes, amikor romokban a házunk, hogyan lehet újrakezdeni. A darab középpontjában a tragédiák mellett ott van a szerelem csodája és a mese is, ami egyre inkább hiányzik az életünkből. A főhős Balla Péter története a visszatérés és az újrakezdés drámája. Ez egy nagyon egyszerű emberi történet. Nincs túlspékelve, emberekről szól, van benne szerelem, egy megjárt, egy háborút megjárt embernek a története, aki ragaszkodik a hitéhez, és ezért nem veri magát a falhoz, hanem egyszerűen csak él. És talán az egyszerűségében van a nagyszerűsége, azt hiszem. Az idei évadban a Kecskeméti Katona József Színház mellett az Orlai Produkciós Iroda több előadását is láthatta a nyíregyházi közönség. A színház ügyvezetője szerint megtiszteltetés, hogy a Nemzeti Színház a Szabolcsi megye székhelyre is elhozta a sikeres produkciót. A szervezési nehézségek láttán úgy voltunk vele, hogyha ezt az előadást sikerül lehozni, vagy egy más előadást, mi akkor is nagyon boldogok leszünk. A Vitéz Lélek szerintem az egyik kiemelkedő előadása a Nemzeti Színháznak, úgyhogy mindenképpen szakmai szempontok alapján, illetve az esemény fényét emelve én ezt egy nagyon jó választásnak gondolom. Az előadás főbb szerepeit Trill Zsolt mellett Horváth Lajos Ottó, Mécs Károly, Nagy Anna és Tóth Augusta alakítják. A Győrrel játszhat az 5. helyért a Nyíregyháza Blue Sharks, miután másodszor is legyőzte az MTK Török Bálint csapatát.
A kék cápák kedd este végig vezetve 78-62-re verték ellenfelüket, így 2-1-es összesítéssel léptek tovább a párharcból. A Győr elleni első mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. Az első meccsen Nyíregyházán a vendégek, a másodikon Török Bálinton a kék cápák nyertek, így a harmadik találkozó döntött a továbbjutásról. A hazaiak nélkülözték amerikai légiósukat, Emani Gentet, aki hétfőn hazautazott, de a vendégeknek is volt hiányzó kulcsjátékosuk Horváth Kristóf személyében. Az első negyedben a házigazda akarata érvényesült, 9 pontos előnyt szereztek a cápák, amelyhez még egyet tettek hozzá a nagy szünetig. Fordulás után picit zárkóztak a vendégek, de a nyíregyháziak visszaverték a támadást, és végül 16 pontos győzelmet aratva az által a párharcot Csiska János együttese. Kemény mérkőzés volt, de a fiúk szerencsére betartották a szatatik, amit megbeszéltünk. Ugye kértem a fiúktól, hogy az Emanit próbáljuk helyettesíteni, védekezésben és támadásban is, és úgy gondolom, hogy sikerült, ezért nyertünk. A vendégek edzője szerint a 3 mérkőzés alapján megérdemelten jutott tovább a nyíregyházi együttes. Én azt gondolom, hogy az első mérkőzés óta eltelt több mint egy hónapból mi jöttünk ki rosszabbul. Nagyon fontos kulcsjátékosan megsérült az U20-as országos döntőn Horváth Kristóf személyében, aki azért egy eléggé meghatározó alakja az NB1B-nek. Ugyanakkor a nyíregyházi csapat egy U18-as országos bajnoki címmel gyarapodott ez idő alatt, ami természetesen egy egész atmoszférát meg tud változtatni, hogy egy klubon belül sikerek érkeznek, vagy pedig sérülés miatt esnek ki játékosok. Nyilván nem panaszként mondom, de ezek tények, ezzel számolni kell. Én azt gondolom, hogy a hazai csapat, hazai mérkőzésünkön buktuk el a párharcot, ahol nagyon-nagyon puhán védekeztünk az első félidőben, és még akkor ott volt az amerikai légiós a Nyíregyházán, a Gent, aki dominált a palánk alatt mind támadásban, mind védekezésben, ami még motiváltabbá tette a nyíregyházi csapatot, és azt kell, hogy mondjam, teljesen megérdemelten nyerte meg a harmadik mérkőzést. A nyíregyháziak irányítója Búcs Iván elmondta, hogy igyekeztek a lehető legjobban felkészülni a török bálintiak játékából. Tudtak már újat mutatni, igazából már az első meccs után, ahol tényleg nagyon rosszul játszottunk, második meccsre is készültünk zóna elleni védekezés ellen új dolgokkal támadásban, illetve néhány figurájuk, ami ellen nem ment annyira jól a védekezés, arra még jobban felkészültünk edzésen. Most, ami a második meccsen pár hibánk volt, azt próbáltuk még gyakorolni a tegnapesti edzésen, és úgy érzem, sikerült is. Jól játszottunk, nagyon örülök, hogy Varga Marci jól tudta pótolni Emani Gentet, és hogy a fiatalok is pályára tudtak lépni a végén, és azt, hogy ki tudtuk javítani az első meccs utáni kisiklást. Az 5.-6. helyért a Győr csapatával játszik a Nyíregyháza Blue Sharks. A párharc ezúttal kuparendszerű lesz, azaz két meccsen döntik el a helyezések sorsát a csapatok. Egy évre örökbe fogadta a Nyíregyházi Állatpark homoki tigriscápáit a Nyíregyháza Blue Sharks kosárlabda csapata. A kosarasok szombaton streetball bemutatót tartanak az állatparkban. A kedd esti meccs után a szerda délelőttől nem a kosárpályán, hanem a nyíregyházi állatparkban töltötték a Nyíregyháza Blue Sharks játékosai. Az apropó pedig röviden, cápák fogadtak örökbe cápákat. Néhány héttel ezelőtt merült fel az ötlet a kosárklub részéről, hogy örökbe fogadják a homoki tigris cápákat, az állatpark pedig igent mondott a megkeresésre. Ez egy szép gesztus, állatot örökbe fogadni egy állatkertben, úgyhogy én azt hiszem, hogy ők ebből sokat profitálhatnak. Itt lesz a táblájuk a homoki tigris cápák mellett, mert kék cápánk ugyan nincs, de cápánk van több is, és aki erre jár, és elég sokan járnak erre, évente 500 ezer látogató, az látja, hogy van egy komoly kosárlabda csapat Nyíregyházán, egy olyan kosárlabda csapat, ami egyre jobb eredményeket szeretne elérni, és ezért mindent megtesz. A kék cápák szakmai igazgatója Sitkó Jánő reményei szerint a csapat játékosai számára is motiváló lesz az együttműködés. Bízom abban, hogy nem csak egy évig, hanem tovább tudunk majd együttműködni, és tudjuk segíteni egymás munkáját. Számunkra nagy megtiszteltetés, hogy egy olyan szintű létesítmény, mint az állatpark csatlakozik hozzánk, és az ő neve is egybeforhat esetleg a mi csapatunk nevével. Természetesen az nagy álom, hogy mi hasonló sikereket érjünk el a saját területükön, mint ők, de bízom benne, hogy a mi csapatunk is nem sokára az országhatáron túl is esetleg hírnevet tud majd szerezni. A nyíregyházi kosarasok szombaton egy streetball bemutatót tartanak az állatparkban, ahová dobóversenyre is várják az érdeklődőket. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden.
Elkezdődtek a szerződéskötések, kihirdették a megyei terület és településfejlesztési operatív program elsőkörös forrásainak kedvezményezettjeit. Erről is értekeztek Szabolcs-Szatmár-Bereg vezetői mai közgyűlésükön. A képviselők többek között a regionális fejlesztési ügynökség, a regionális energiaügynökség és a Kölcsei Televízió 2016-os beszámolóját is elfogadták, valamint döntésükkel az OTP Bank NRT-vel partnerségi megállapodás megkötését alapozták meg. Június végéig létrehozzák Máté Szalka és térségének helyi foglalkoztatási paktumát. A kezdeményezés támogatja a hátrányos helyzetűek, illetve a munkanélküliek foglalkoztatását és képzését. A program segítségével pedig mérsékelhető lesz a Máté Szalkán is egyre jobban jelentkező munkaerőhiány. Hangzott el a projekt kapcsán szervezett partnerségi napon a Szatmári városban. 5 csillagos értékelést kapott mind a 3 fürdő Nyíregyházán, így a park, az élmény és a gyógyászati részleg is a legjobb minősítést érte el a Magyar Fürdőszövetség vizsgálatán. Hazánkban az 550 fürdőből mindössze 4 rendelkezik hasonló eredményekkel, ahol az említett 3 kategóriában egyaránt a legmagasabb besorolást kapták. Ennek a Kölcsei Televízió híradóját látták május 24-én szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Napközben a magasban fokozatosan megszűnik a hideg fronthatás, de a változó nedvesség tartalmú levegőben még elszórtan kialakulhatnak záporok. Az éjjel erősen felhős lesz az ég, majd késő estétől felszakadozik, csökken a felhőzet, több helyen várható még zápor. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-11 fok között alakul. Holnap napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, elszórtan zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban fokozatosan csökken a csapadékhajlam, egyre több napsütés várható, erősödik a nappali felmelegedés mértéke is. A jövő hét elején is folytatódik a napos, csapadékmentes idő, egyre több helyen lesz 25 fok felett a hőmérséklet csúcsértéke.